No, azzal fogom kezdeni, ami tervben volt, hogy meg fogom venni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a könyvheti book haul videóm lesz. Gondolkodtam rajta, hogy idén is fogok csinálni vlogot, de aztán kimentem, és nem volt egyszerűen kedvem odaférkőzni, emberek hátát vlogolni, meg talán annyira nem izgalmas, úgyhogy ebből kifolyólag inkább vettem nagyon sok könyvet. Úgyhogy ez egy hosszú book haul videó lesz. Nem tudom, kit lep meg, hogyha azt mondom, hogy jóval több könyvet sikerült vennem, mint amennyit terveztem. Ma van a szombati nap, mikor ezt a videót felveszem, most értem vissza, és nem tudom, hogy ki fogok-e menni még vasárnap, ez kiderül, de most már tényleg nem szeretnék venni több könyvet, mert nagyon túllőttem az eredeti terveimet. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi lett a végkifejlet, és lehet annyira fáradt leszek holnap, hogy nem megyek ki, mert tegnap is nagyon elfáradtam, ma is nagyon elfáradtam, ma nagyon meleg is volt, a fejem is fájt, úgyhogy lehet a holnapi nap az már a könyvhét, posztkönyvhét vásárlási sprintnek a kipihenése lesz. Na de nézzük akkor, hogy mivel telt. Minek a vásárlásával telt az idei könyvhét, illetve azt is bele fogom venni ebbe a videóba, hogy mik azok a könyvek, amiket dedikáltattam. És jéges kávé, mert nagyon meleg volt ma. Az idei ez egy nagyon kivételes könyvhét, ugyanis az elmúlt 3 napban még nem esett. No, azzal fogom kezdeni, ami tervben volt, hogy meg fogom venni. Ebből az első az Judy E. Lintől a Sötét édes bájtal, aminek az első részét már olvastam, ami a Méreggel átitatott varázslat, és ez ugye a Te a könyve duológia második része, nemrég jelent meg a 21. század kiadónál is. Én szerettem az első részét, úgyhogy ilyen szempontból nem volt annyira kérdés, hogy ezt megvegyem-e vagy sem, szerettem volna, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan bontakozik ki tovább a történet, mert az első rész az úgy nagyjából a saját sztoriát lezárta, viszont pont, hogy hagyott utat egy második kötetnek is, úgyhogy ez az egyik, ami tervben volt, és meg is vettem. A következő Erdős Zsuzsannától és Király Anitkótól a Palacsinta éjfélkor, ami igazából onnan jött, hogy volt a menő-manó könyveknek egy, menő és manó könyveknek egy ilyen sárkányos könyvbemutatós per könyves eseménye még április vége körül, május elején, amire engem is elhívtak, és erről YouTube-ra szerintem nem töltöttem fel azt shortsként, viszont van egy TikTok videóm róla, ilyen kis összefoglaló, és ott volt ilyen kvízezés, és az egyik kérdés ehhez a könyvhöz kapcsolódott, és utána megláttam, hogy kitették, hogy megjelent ez a könyv, és miután elolvastam a fülszöveget, nagyon nem tudom, azt éreztem, hogy nekem ez kell, ugyanis egy kollégiumban játszódik, ahol egy fiú és egy lány szereplőnk van, két szempontból van írva a történet, és ők ilyen éjszaka hajnali órákban kijárnak a kollégiumi konyhába főzőcskézni, ami nekem egy nagyon cuki koncepciónak tűnik, bár én a koliban konkrétan nulla a főzést csináltam, mert minél kevesebbet kellett ott lenni, és minél kevesebbet kellett így csinálni, annál jobb volt, de nagyon kíváncsi vagyok, és ez egy romantikus könyv, amennyire én tudom, egy ifjúsági romantikus, szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre is. A következő, aminek azután olvastam el a fülszövegét, hogy megvettem, de annyira sokszor mondják, hogy hallom a nevét Fruzsiéktól, hogy beivódott a tudatomba, és úgy döntöttem, hogy ez kell nekem, állítólag kózi is, ez Kingfishertől a Varázsló Kalauz önvédelmi sütéshez, ilyen kis cukimézes kalácsemberkével, és még kaptam hozzá hűtőmágnest is, úgyhogy azom is van. Ja, a 21. századoshoz meg ez a szövegkiemelő cetli is járt egyébként. Ez a könyv valami olyasmiről szól, hogy a főszereplőnk úgy tud varázsolni, hogy az általa sütött dolgokat tudja elvarázsolni, és valami nyomozás is lesz benne, meg valami hasonló. Nagyon-nagyon nem mond sokat egyébként a fülszöveg, de valaki vadásza a varázslókat, valami ilyesmi jött át nekem belőle. A lényeg, hogy nem tudom, nagyon megtetszett, így hozzám nőtt.
ahogy pár hete megjelent, és hozzám nőtt valahogy a cím, meg a borító, meg a koncepció, meg állítólag kózi, úgyhogy erre is nagyon kíváncsi leszek. És ami egy nagyon egyértelmű döntés volt, hogy biztos meg fogom venni, az nem más, mint... kicsit megnyomódott, ahogy az előbb próbáltam borítóképet csinálni. Szóval az nem más, mint TJ Klune-tól a Farkasok dala. Elnézést, bogár. Ez a legfrissebb magyarul megjelent TJ Klune könyv, viszont sokkal előbb jelent meg angolul, mint az összes többi TJ Klune, ami már megjelent magyarul. És erről a könyvről még azt kell tudni, hogy nagy, ez a legelső TJ Klune könyv, ami nekem várólistán volt, ráadásul még akkor tettem várólistára, amikor fogalmam sem volt arról, hogy ki ez a TJ Klune. Szerintem a mai napig fönn van egyébként angolul, ha még nem pucoltam le róla, szerintem nem. Ez ugye a Wolf Song angolul, és nekem nagyon régóta kinéztem ezt a könyvet, hogy majd egyszer szeretném elolvasni, és most kihozta a Metropolis, illetve ilyen automatikus TJ Klune vásárló vagyok a magyar könyveikkel már, csak a Bábuk életét még nem olvastam, de ugye azt is megvettem, de ez egy must have volt, és erre is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Vérfarkasos, romantikus. Erről ilyennyit tudok, és sorozat. Ez fixen sorozat, szóval nagyon remélem, hogy ennek majd a folytatásai is jönnek. És amúgy az egész dagi. Mármint TJ Klune-nak nem rövidek a könyvei, de ez azokhoz képest is dagi. Na, és ezek voltak azok, amik tervben voltak. Aztán az első napi krúzolás után volt másik is, amin megakadt a szemem, és akkor úgy voltam, hogy jó, akkor még talán ezt is. Ugyanis ez is egy sorozat folytatás, ez is duológia, amennyire én tudom. És aztán úgy voltam vele, hogy na jó, akkor megveszem, ez pedig a Hellbent Lee Bardugótól, ami a Ninth House-nak a második része, és amúgy ez nem egy friss megjelenés. Én legalábbis úgy emlékszem. Ó, de 2024-es. Várjunk, első kiadás. Akkor idei megjelenés, de szerintem még valahogy évelei. És igazából szerettem a Ninth House-t, és ha már az magyarul van meg nekem, akkor úgy voltam, hogy akkor megveszem a második részét is. A Ninth House-ról egyébként van vlogom. 2 évvel ezelőttről, meg volt BookTube könyvklub kiveszélő is belőle, és ilyen rémnyuszi van rajta. Amúgy elsősőre tökre nem látszik, hogy ez egy nyúl, és aztán jobban megnézed, és elég creepy. Számoljátok, hogy mennyivel mentem túl a terven. Aztán volt az a helyzet, hogy a Dream, vagy hát a Maxim kiadónál 2+1 akció volt, ami... Ha azt nézzük, annyira lehet nem érte meg, mert hogy ugye ilyenkor általában ilyen 20-25% szokott lenni a könyvek reakcióban. És a 2+1 akciónál úgy volt, hogy teljes árat fizetted arra a kettőre, de ugye egy ingyen volt. És kb. Így 1000 forint volt a különbség, amivel olcsóbban jöttem ki így a 3 könyvvel. De se baj, a lényeg, hogy csak találtam 3 könyvet. És nem tudom az egyik miért. Tehát, jó, Elie Hazelwood. 2 már olvastam az Elie Hazelwoodok közül, és szerettem. És nem tudom miért vonz engem ennyire a Bride, ami egy vérfarkasos, vámpíros, erotikus könyv. Nem tudom megmagyarázni. Amúgy nem tudom, mennyire fog behallatszani, hogy valaki valamit fűrészel és nyitva majd az ablak. Na mindegy. Szóval nem tudom, és láttam róla dolgokat TikTokon, és valamiért még mindig érdekel. De Elie Hazelwood, és kíváncsi vagyok, hogy ír fantazit, úgyhogy megnézzük, hogy milyen lesz. Nem tudom tényleg, hogy mi volt az a belső késztetés, hogy már pedig én ezt a könyvet el akarom olvasni. De itt vagyunk. És még egy Elie Hazelwood könyv, a Sakmat, ami viszont egy ifjúsági kötet, szóval ebbe elvileg nem kéne, hogy legyenek erotikus részek, legalábbis nagyon remélem, hogy nem lesznek. Erre meg pont azért vagyok kíváncsi, hogy ez meg egy ifjúsági kötet, nem egy felnőtt erotikus. Szóval ezt meg azért szerettem volna megvenni, nem tudom, értékelések között láttam róla vegyeset, de kíváncsi vagyok, meg egyébként mondom, Elie Hazelwooddal eddig így nem volt problémám. Az erotikus jeleneteket nem szeretem csak a könyvekben, de szerencsére nem szokott túl sok lenni belőlük. Bármint az, hogy itt ez a túlélhető 1-2 fejezet, és akkor utána túl vagyunk rajta, és akkor a többi meg lehet a sztori. Ebben meg 2 sakkozó van, sakriválisok, a Bride-ban meg valami kényszerházasság. Ennyit tudok erről a 2 könyvről, úgy őszintén. De Elie Hazelwood, és jók az ő romantikus könyvei.
És ugye, mint mondottam, mostanában nagyon romantikus hangulatban vagyok, már csak ezért is úgy jövök vele, hogy egye fene, vagy hát úgy voltam, amikor oda mentem, hogy egye fene, megvesszük. Alapvetően nem szoktam évközben nagyon könyveket vásárolni, kb. A könyvhét meg a könyvfest az, amikor tényleg veszek könyveket, amúgy meg így hébe-hóba szokott lenni új könyvem. Jó, és hát mivel ugye 3 plusz vagy 2 plusz egy akció volt, a Szaszkó Gabriellától a Cukorka gyűjtés címűt is elhoztam. Szaszkó Gabriellától már olvastam egy könyvet, a Végtelent, és annyira nem találtuk meg a közös hangot azzal a könyvvel, úgyhogy, és nagyon szerettem volna még egy esélyt adni Szaszkó Gabriellának, mert tudom, hogy ő is egy nagyon kedvelt magyar szerző. És amikor megláttam, hogy neki jön ez a könyve, valahogy úgy éreztem, hogy talán ez lesz az, amivel jobban megtalálom a közös hangot. Ez nem romantikus, hanem egy ilyen Halloween-kor játszódó krimiszerűség. Úgyhogy nem feltétlen most fogom olvasni, de mondjuk ilyen ősszel, ősz körül jó lehet. Amikor egyébként így megláttam, így fülszöveg alapján szimpatikusnak tűnt a történet, úgyhogy remélem, hogy ezzel jobb lesz a kapcsolatom, mint a Végtelennel. És az utolsó könyv, ami tegnap még úgy hups, behoppant a táskácskámba, az egy leárazott könyv, úgyhogy úgy érzem, hogy így valahogy nem vészes, hogy megvettem. Ez nem más, mint a Piranézi Susan Clarke-tól. És erről a könyvről annyit tudok, hogy van benne egy ház. De mindenki ennyit mond erről a könyvről, hogy van benne egy ház. Volt közös BookTube könyv, azt hiszem, vagy négy szem közt. Lehet négy szem köztös volt. És nagyon szerették a többiek, meg sokan nagyon szeretik ezt a könyvet, és mivel csak ennyit mond mindenki, hogy mert amúgy kb. Nem lehet elmondani, miről szól, hogy van benne egy ház, ezért hát én is kíváncsi vagyok, meg Emma azt hiszem 3,5 csillagot adott rá, ami Emmánál egy teljesen jó értékelés, szóval nem félek. És 1500 forint volt az Agavénál, szóval így kivettem, és mondom, na jó, ennyi pénzért a hülyének is megéri, úgyhogy most már nekem is van Piranézim. És hát miután a 4 könyv helyett már 9-nél tartottam a pénteki napon, ezért ma már úgy mentem ki így a szombatin, hogy ma már nem veszünk könyvet. Balesetek történnek, most erre mit mondjak. Szóval az úgy volt, hogy álltunk a Fumax közelében, és így a Fumaxnál is van ilyen, hát szépséghibás, per ilyen nagyon olcsó könyves polc, vagy mi az állvány. Egyébként ilyenkor sok kiadónál vannak ilyenek, és nagyon jó dolgokat lehet szerezni. Tehát a KMK-nál is volt 50% a szépséghibásokra, és nem voltak vészesen szépséghibásak. Agavénál is ott van mindig ez a turkálós láda, a Fumaxnál is mindig van ilyen, meg az összes többi kiadónál is szokott lenni egy csomószor. És ilyenkor ezek a könyvek nagyon-nagyon jó áron vannak, főleg ahhoz képest, amennyibe kerül mostanában már egy könyv. És így egyszer csak kiszúrtam, és úgyhogy harmadik napja mentem ki, és eddig még ezt a könyvet nem láttam, kiszúrtam a Repetát Brian Lee O'Malley-től. És ezzel a könyvvel is nagyon régóta szemeztem, csak ugye ez egy kemény fedeles képregény, úgyhogy mindig úgy voltam vele, hogy hát jó azért, nem biztos, hogy ezt most szeretném. Ez meg 2000 forint volt, szóval így megláttam és mondtam, hogy na jó, tehát hogy ez így most nem kérdés, hogy én ezt hazaviszem magammal. Ez egyébként egy képregény, és annyit tudok róla, hogy valami varázsgomba van benne. Azt hiszem, többet erről nem kell tudni, és ezt is nagyon-nagyon szeretik és dicsérik. És azt hiszem, ő a Scott Pilgrim könyveknek a szerzője, és én a Scott Pilgrimeket is szerettem. Na és ezek után még, amit így megláttam és megvettem, többek között azért is, mert a sakmattot is megláttam ugyanennél az egyik angol standnál, és amúgy olcsóbb lett volna, mint amennyiért végül így vettem a 2 plusz 1-es akcióban, de mindegy. Úgyhogy ma megláttam a Six Crimson Cranes-t, amit szintén nézek nagyon régóta, most már 2 része megjelent magyarul is, azok elfestettek, de nekem ugye mindig mondom, hogy amúgy nekem ez az elfestés, ez így nem ad úgymond hozzá a könyvhöz, mármint szépnek szép, és szeretem a szép dolgokat, de könyvben nekem valahogy a klasszikus megjelenés jobban működik, mint az elfestett. Lényegtelen,
nincs vele problémám, vagy ilyenek, de hogy megláttam ezt az angolstannál, és olcsóbb volt, mint ha magyarul vettem volna meg. Plusz még ugye lejön az akció belőle, és amúgy ezt egyszer néztem a Libriben, szintén kb. Ugyanezt a kiadást, ugyanígy paperback, angol, és 2000 forinttal drágább lett volna most meg, amennyiért adták, plusz még a 20% lejött, ez egy annyira jó deal volt, hogy nem hagyhattam ott, ráadásul annyira szép ez a könyv, és kb. Amióta megjelent nézegetem, szóval végre megvettem. És plusz egy, amit nem vettem, hanem kaptam, és örökké hálás leszek érte, ez egy Sun and the Star kiadás. Nem akármilyen kiadás. Ugyanis ez... igazából ennek nincs köze a könyvhéthez, csak könyvhéten vettem át, de ez egy dedikált Sun and the Star. Soha életemben nem lesz dedikált Rick Riordan könyvem, és ez egy Rick Riordan állt meg. Márkos írót most másodlagossá helyezem, de ez egy dedikált Sun and the Star, úgyhogy csodálatos. Ezt egyébként az egyik Discord tagunktól kaptam, Brian-től. Nem tudom, ugye a felhasználó nevét, hogy kell hangosan kimondani, de nagyon szépen köszönöm. Annyira csodálatos, úgyhogy ez egy ilyen dísz vendége lesz, vagy dísz kiadás lesz a polcomon, mert ez, hogy ez egy dedikált példány, ez egyszerűen csodálatos. Sose hittem, hogy lesz Rick Riordan által dedikált könyvem, és köszönöm. Szóval ezek azok a könyvek, amiket könyvhéten szereztem meg. Az összesen 2, 4, 6, 8, 10, 11 plusz 1, azaz 12 könyvecske. Nem apróztam el a dolgot, na. És akkor nézzük, hogy mik azok, amiket még dedikáltattam. Szerencsére úgy alakult a nap, hogy nem kellett az egész napot dedikálással töltenem, hanem így egész gyorsan sikerült őket elintézni. A Szabó Krisztina könyveimet mindenképp szerettem volna, hogy az Ellopott kívánságot és az Ezüsterdőt, mert ezeket nagyon-nagyon szerettem. Egy nagyon-nagyon jó szerzőről beszélünk, és nagyon szeretem ezeket a romantikus retellingeket, amiket ír, de igazából bármit ezek után, amit Szabó Krisztina ír, nagyon szívesen olvasok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezeket sikerült dedikáltatnom. Ez egy... Amikor megtudtam, hogy lesz dedikálás, tudtam, hogy ez a fix, ha más nem, ezt tutira fogom. Ezen kívül volt Bessenyei Gábor dedikálás, úgyhogy a Koplejó fiú kötetemet is aláírattam. Ebből ki is veszem a kis könyvezőt a gyűjteménybe. És a negyedik könyv, amit dedikáltattam most, az Kiarától volt a Repülszitekötő. Kiara is nagyon-nagyon cuki volt, nagyon jó volt vele találkozni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy hát három szerzővel és mind a négy könyvet tudtam dedikáltatni, mert mindegyik nagyon-nagyon jó élmény volt számomra, és egyébként nagyon örülök, hogy így a booktube-ozás által jobban egyrészt én is nyitottam a magyar szerzők felé, mert így lehetőségem van velük még találkozni is, főleg amióta a könyvhétre is. A booktube miatt szintén elkezdtem járni. Szóval már csak ezért megérte azt az egészet elkezdeni, hogy egy kicsit nyitottam az ilyen dolgok felé, és így nagyon jó sztorikat sikerült megismernem, úgyhogy ez volt a dedikálós kupacom, amit hordoztam magammal. És hát arról meg ne beszéljünk, hogy hány millió könyvjelző járt a dolgok mellé, tehát hogy el vagyok látva. Amúgy is el vagyok látva egy életre könyvjelzőkkel, ez most meg már megint pláne. Úgyhogy igen, csak nem terveztem ennyi könyvet venni, tehát mindegy, jó. Könyvhéten mindent szabad. Így sikerült, boldogsághormon termelődött, pénztárca sírt, de szépek. Mondanám, hogy behúzom vissza a képernyőbe, de csináltam, vagy 2-3 képet velük így a teljes kupaccal, és már nem érzem a karom. Szóval nem húzom vissza a képernyőbe őket. Úgyhogy ez lett volna a könyveti book haulom per ilyen vlogolós, vlogolós már, dedikálós update-em, hogy hogyan is nézett ki ez a könyvhét. Amúgy kicsit ilyen inkognitó módban voltam ma kint, mert hogy tűzött a nap, úgyhogy napszemüvegben és sapiban voltam, szóval mindig nagyon élvezem a könyvhetet, és az, annak meg végképp örülök, hogy most már meg tudom csinálni így, hogy Pesten vagyok, hogy több nap is kimegyek, nem csak így a szombatin. Főleg, mert ma is rengetegen voltak, és így azért a legtöbb könyvet csütörtök pénteken vettem, amikor sokkal hozzáférhetőbbek a pultok. Meg ugye nincsenek annyira dedikálós sorok, mert a legtöbb dedikálás azért, a nagyobb dedikálások szombat-vasárnap vannak, úgyhogy ilyenkor
előtte sokkal hozzáférhetőbbek az eladások. De azért így is voltak sorok, tehát nagyon-nagyon sokan voltak, és egyébként nagyon jó azt látni, hogy a könyvhét is egyre népszerűbb. Tehát emlékszem, mikor először voltam, mennyien voltak, és hogy azóta így folyamatosan látom, hogy évről évre többen vannak, ami szerintem egy tök jó dolog, mert ugye mindig ezzel riogatnak, hogy az olvasás egy kihalóban lévő dolog, és hogy már senki nem olvas, meg senki nem vesz könyvet. Hát a könyvhét erre nagyon durván rácáfol szerencsére, úgyhogy örülünk. Ha, de most már megyek pihenni, mert rohadtul elfáradtam. Kommentben írjátok meg, hogy hány könyvet terveztetek a könyvhét ideje alatt venni, akár helyben, akár online, mert ilyenkor online is vannak akciók, stb. És mennyivel vettetek többet, mint terveztétek? Mert én sokkal. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.